Sziasztok, hello. Jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt! Foglalkozunk mi ennyire a magyar bulvárral, témáink általában nem ehhez kapcsolódnak, de hát ezen beszélgetés mellett azért nem lehet elmenni, fölkapta a sajtó, és fent van a YouTube-on. Te vagy nem te vagy? Nem, abszolút, de hogy én vagyok. Tényleg gondolod, hogy én részegen a gyerek mellett fölhívok bárkit is, főleg Sarkakatát, Hajdú Pétert, és ilyeneket mondok, amilyeneket, hát szóval elképesztő, de még mielőtt folytatnánk is, de még fogok sok mindent mondani, hadd köszönjem meg mindenkinek tényleg az oldalamon, a Facebook oldalamon ennyi levelet még soha nem kaptam, és hát nagyon-nagyon sokat jelent, iszonyatos napokat élek meg tényleg. De akkor kinek a hangja hasonlít ennyire a hangodra? Van egy hangdublőröd? Vagy valaki ennyire jól utánoz téged? A beszélgetésnek az elején egyébként, amikor még nagyon játsza az illető, hogy én vagyok, illetve hogy részeg, akkor egy ilyen picit úgy hallja az. Utána, amikor már hosszú, csak rövidebb szavakat mond, és akkor utána, amikor már hosszabb szavakat és mondatokat mond, akkor meg aztán már tök egyértelmű, hogy nem én, tehát aki ismer, de aki nem is, hát rengetegen, tehát nem én vagyok, nem hittem őket, már elkopott a szám, annyit mondtam el. Aha, jó, akkor elfogadjuk ezt, mondjuk, hogy nem te vagy. Nem de én de akkor kinek lehetett ez célja és érdek ezt a beszélgetést megcsinálni, kvázi a te nevedben? Jó, akkor Janinak mondanám, hogy nekem hogy semmi nem cípi a szememet. Jó, oké, maradjunk ennyiben. Én 9 évvel ezelőtt, még az sem, kimostam, már szóval 9 évvel ezelőtt Hajdú Pétert elhagytam egy borongós éjszakán, mert egy másik hölgy ült mellette a kocsiban. Igen. Lezártam, pont. Egy hónap múlva könyörgött több ismerősével felhivatott, hogy béküljünk ki, házasodjunk össze, szüljek gyermek, nem, és akkor nekem már a gyermekemnek az édesapja megvolt, tehát akkor mi már együtt voltunk. Teljesen mindegy, oké. Én, nekem a Hajdú Péter nem kell. Szép volt, jó volt, akkor hát szép sokan nem volt. Hát, igen. Én mindenkinek elmondom, hogy a Péterben megvan az, amit lehet szeretni, akárhogy is nem szeretik. Én, nekem megvolt az okom rá, hogy mi együtt voltunk, aranyos volt, jó fej volt, szerettem. Aha. Elmúlt jó, hát két, igen, miért hívnám föl telefonon 9 év múlva, ráadásul nem szoktam részeg lenni. Nem járok sehova, nem járok szórakozni, egyedül nevelem a kislányomat, reggeltől estig dolgozom azért, hogy enni tudjak neki adni. Te szereted a Sarkakatát egyébként? Figyelj most, tehát az elmúlt napok tükrében elég furcsa lenne azt mondani, hogy nekem semmi bajom a Sarkakatával. Ahogy igen. A beszélgetést olvasva ezt azért nehezen inni az ember, ha persze nem te vagy. Kicsit álszentnek tűnne. A Katával mi egy olyan 2-3 hónapig, 4 hónapig jóban voltunk, 1-2 évvel ezelőtt csináltunk közösen egy szépségversenyt. Aztán kettőtök között? Otthon? Kettőnk között, igen, és hát a történelem ismételte önmagát. Szóval mindegy, csináltak egy szépségverset, és én megszerettem a Katát. Nagyon aranyos, nagyon helyes, tényleg. Kinek lenne oka tényleg a sarkáikat tudom, a sarka számán felhívni? Kinek? Mert ehhez ráadásul tudni kell a Katáik számát is, tehát ezért egy vadidegen nem hívja csak úgy föl a sarkáikat. Én tudom a Katáik számát, én a Péternek a számát is tudom, miért ne tudnám, tehát volt más kapcsolatom is, az ő számokat is tudom, nem hívogatom őket itt az állapotban, úgyhogy, de én nem is szoktam, itt egyedül, mondom, egyedül vagyok a gyerekemmel minden este otthon, hát ott ülöng, élek részegen, ráadásul állítólag valami gyereksírás volt ott a háttérben, és hogy valami csecsemő sírt, hát könyörgöm, az én lányom 8 éves, nem szokott már sírni. Aha. És tehát... nekünk van egy ilyen hangfelismerő szoftverünk itt a rádióban egyébként. Nem mondod. De abszolút, jaj, és ez tök jól működik, hogy arra te engedélyt adsz, hogy mi ezt a felvételt abszolút betegyük ebbe a szoftverbe? Természetesen. Igen? Hát mivel nem én vagyok azon a felvételen, egyértelműen igen, persze. Jó, hát akkor mi ezt szívesen megcsináljuk, mert van egy YouTube felvételünk, csak bejátszhatatlan, mert hát ott olyan dolgokról beszél az a valaki megkatta, ami azért kevésbé adásképes, hogy nyomtatott formában el lehet olvasni. Hogy mondjuk egy-két dolgot, elég életszerűtlen az, hogy egy baráti társaság ül, szórakozik, stb. Ugye még mielőtt az a valaki telefonál, ül, szórakozik, jól érzik magukat, a Péter meg ott fekszik fönn a gyerekekkel és alszik. Mert hogy ugye ezt mondta.
ugye, akkor egy baráti társasághoz szórakozik, és közben egy ittas volt nő felhívja a telefonon a jelenlegi feleséget, akkor azt gondolom, hogy nem áll néma csendben egy órán keresztül vigyázban egy komplett baráti társaság. Mert ugye ott egy légy nem repül el. Hát, én meghallgatnám azt. Most a baráti társaságot kell cáfolni, ez nem a hangodról szól. Hát most az, hogy ők, persze, én értem, hogy mit mondasz. Jó, figyelj, ezt szívesen megcsinálják, engem ez érdekel ez a, érdekel ez a dolog. Te, na, engem, de hogy közben te letiltattad az ügyvédeddel, nem? Vagy nem? Jaj, de jó, hogy felhoztad. Nem tiltattunk le semmit, hiszen nem? Nekem megvan a levelezésem a katában. Itt van benne a telefonomban. Az e-mailem, el is tudom neked küldeni. Nem, köszönöm, nem. Nem, én csak a rádió műsort készítek, én 10 órakor már tovább megyek. Alá akart velem iratni egy nyilatkozatot, hogy én ezt engedélyezzem, és visszaírtam neki, hogy nem engedélyezhetek egy olyan hangfelvételnek a nyilvánosságra hozatalát, amin nem én szerepelek. Aha. És azt írta vissza, jaj, de jó, nem te vagy rajta, akkor nyilvánosságra is hozom, szupi. Na, ennyi, egy-kettő. A tegnapi egyik újság ugye az volt, hogy az ügyvédem azt mondta, hogy sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudja, hogy mit tudom én vagyok, vagy nem én vagyok. Nem mondott ilyet sem az ügyvédem. Tehát egyszerűen annyi hazugság van ebben az egészben, és ki fogom deríteni, hogy mi áll a háttérben, ki csinálta ezt az egészet. Természetesen a bíróságon, a rendőrségen is feljelentést fogok tenni, illetve már megtettem bizonyos lépéseket, de folyamatosan tesszük, és az ügyvéd is rakja össze az anyagot, és igenis a végére fogok ennek járni. Jó. Na, ezt nem fogom annyiban hagyni, mert értem. Nem lehet egy embert, egy anya vagyok, egy gyerekem harmadik osztályban. De te most kire haragszol? Hát van egy hang, aki hozzád hasonlít, kire haragszol? A Katáikra nem haragudhat, maximum arra, aki betelefonált helyetted, ha helyetted telefonált valakit. De csak kérdezem, hogy te kire vagy mérges? De mindig azért középen maradsz, maradj is ott. Nem, csak kérdezem, hát nekem csak érdekel, hogy te most kire haragszol, a betelefonálóra haragszol, vagy a Hajdú családra haragszol. Ki hozta nyilvánosságra ezt a felvételt? Aha. És ki haknizik vele azóta is? Bocsánat, ha így is történt volna, az egy tisztességes dolog, egy embernek az ilyen állapotát kihasználva rögzíteni beszélgetéseket, ráadásul úgy, hogy én magamról minden szépet és jót elmondok, milyen iskolát végeztem, milyen cégben vagyok, ügyvezető, hány tévéműsorom van, én meg ugye, ha én lettem volna, én ezt néma csöndben végighallgatom, és ugye, hát hiszen én csak 30 éve azzal haknizom, hogy szépség királynő vagyok, ugyanaz senkit nem érdekel, hogy közben volt 20, nem nézd, tudom én. Ez egy jó kérdés azért, hogy mennyire tisztességes egy ilyen beszélgetést kérni, a másik oldal meg azt kérdezi, hogy mennyire tisztességes akkor egy embert felhívni este 11 órakor, és erről beszélgetni. Szóval azért mind a két oldalnak megvan a lehetősége, hogy azt mondja, hogy mennyire tisztességes. Balázs, de nem én hívtam fel. Jó, én nem értem, csak mondom, hogy azért én persze középen vagyok, csak azért amennyire nem tisztességes kiadni. Ha nem is te hívtad, akkor a hívónál azért azt is el lehetne, hogy mennyire tisztességes mondjuk egy agyát felhívni és elmondani, hogy hogy jutott előrébb. És erről beszél, amiről beszéltek, vagy beszéltetek, vagy beszélt valaki. Azt ő mondta, hogy jutott előrébb, azt nem a telefonáló mondta, ezt a Kata a saját szájával mondta, bocsánat. De itt a Kata is beszélsz vele, vagy beszéltek egymással? Nem, mert itt én, van a... de nekem, én miről beszélni? Nekem, jó, beadjuk a Katát beszélni. Is. Hello Kata, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Kata, hello, milyen nagy találkozás ez. Kata, hello, jó reggelt. Na, te itt voltál a vonalban, hallgatod a beszélgetést. Igen, hallottam. És? Mit szeretnél mondani? Mit szeretnél reflektálni erre? Hát nagyon szívesen. Hát ugye ez egy több mint 60 perces beszélgetés volt, ami nyilván valamit végig rögzítettem, és azért ebben nem csak egy-egy szavak vannak, hanem ebben sokkal-sokkal hosszabb témák vannak, mint például a politika, mint például más emberek magánélete, és ezen kívül még egyébként a társaságból volt valaki, aki szintén jó kapcsolatban volt régen Antoniával, és köztük is zajlott egy párbeszéd. Egy ilyen párbeszéd, ami kicsit, szintén egy ilyen kicsit szexuális indítatású, de miért rögzítetted ezt a felvételt? Tessék? Miért rögzítetted a felvételt? Úgy tűnik, mint hogy már az elejétől kezdve rögzítve lett volna. Nem, a körülbelül a negyedik hívás után gondolta azt az egyik ismerőt, gondolom én, hogy ezt érdemes felvenni. Szerinted ki volt, vagy szerinted ki hívott? Én
azt gondolom, hogy ismerem Toncsi hangját, és ismerem a hangját illuminált állapotban is, és én azt gondolom, hogy ő volt. De hogy én az első perctől kezdve, mondjuk, amikor ez az egész botrány kirobbant, még nem szólaltuk meg, én a hívást megerősítettem, de nem szólaltunk meg. Majd aztán utána, amikor azért ez kulminálódott, és Antónia Facebook oldalán már ez egy ilyen hatalmas összeesküvés elméleté tűzte ki magát, akkor szólaltam én meg. De ha már az előbb az életszerűséget néztük, akkor igazából én is az életszerűséget nézem. Ki az, aki reggel úgy kell fel, hogy én ma felhívom Sarkakaszát, kinyomozom a számát, vagy Hajdú Péter, mert minket őket hívta, és eljátszom azt, hogy én vagyok a részeg Bálint Antónia, megtanulom az ő intonációit, megtanulom az ő jellegzetességeit, és még fölkészülök a magánéletéből úgy, hogy ha valami kereszt kérdés lesz, véletlenül akkor mondjuk arra tudjak válaszolni. Tehát mondjuk ezt sem gondolom. Tehát ez sem az életszerűség. Mit tud? Mi ugye fura van? Azon mondom, hogy mit... Balázs, gyere vissza létsz a stúdióba. Nem, az én hangommal. Én hangommal volt a baj. Jó, és akkor ti ezt a dolgot most lezártátok, Kata, vagy akkor most mi a folytatása ennek a dolognak? Tehát van egy állítás, van egy ellenkező állítás, én voltam, nem én voltam. Hogy zárul ez a dolog? Hát az én részemről ez már lezárult azzal, hogy írtam a Facebookra, hogy lezártam, tehát legalábbis, hogy én azt gondolom, hogy az igazság kiderült, legalábbis számomra kiderült, nem tudom, hogy kinek mennyire egyértelmű, számomra kiderült az igazság, nekem, én is ismerek egy ilyen embert, aki hangfelzőt erről. Te azt állítod, vagy ti azt állítjátok, hogy a Toncsi volt. Ha a Toncsi volt, én csak kérdezem, nem azt mondom, hogy ő volt, csak kérdezem, mert nekem ez a dolgom, akkor te mit mondasz, hogy miért csináltja? Szerelmes még a Petibe, nem tudta elengedni, nincs túl a dolgon, nem mit gondolom, szeretne. Hogy erről van szó. Akkor? Nem gondolom, hogy erről van szó. Nekem gyakorlatilag az egészből azt tűnik ki, hogy nincs jó, nyilván nincs jó élete, és nehéz helyzetben van, nagy a stressz a nyakán, vagy a vállán, hogy a lányát egyedül neveli, és azt hiszem, hogy nem csak a velem kapcsolatos, tehát azoknak, akik mondjuk szerinte jobban élnek, mert boldogabbak, mert kiegyensúlyozottabbak, mert mondjuk megvan minden, ami esetleg nekik nincs, azokat szerintem még zsigerből nem szereti. És szerintem itt erről lehet szó, és ennek mi vagyunk egy ilyen kiszemelt pontja. Tehát nem hiszem, hogy arról lenne szó, hogy 10 év után még mindig a Petire vágyna, nem gondolom, bár mondjuk, amit mondott Antónia, és hogy csináltunk közös szépségverseny, annak az lett a vége, hogy a félmérnök írt egy SMS-t, ami a titkos találkozóra hívta, és én ezért szakítottam meg akkor a kapcsolatot vele. Hogy együtt dolgoztatok, és akkor jött egy SMS, hogy Petit hívta Toncsi Randira? Amikor én voltam az egyik magazin partiján, akkor a Petinek írta egy SMS, meg az egyik újságírónak, akinek segítséget kért, hogy a Petivel hagy tudjon találkozni. Jó, én most Toncsi, azért nem szólítalak csak meg, mert tudom, hogy egymással nem akartok beszélni, de ha szeretnél reflektálni, akkor nyugodtan. Tehát én ezt meghallgatom, csak tiszteletben tartom, hogy egymással nem akartok nagyon, de szívesen összehozlak benneteket adásban. Nem szeretnék, de elmondom erre. Katika pontosan tudja, hogy miért kapta azt az SMS, nekem végig itt van a telefonomban az egész SMS-ezés, a telefonozás, ugyanis Katika elfelejtett valamit a szépségverseny végén, amit neki kellett volna adni nekem, hagyjuk, mert teljesen mindegy, és Petit próbáltam... És ezért a férjemet Randira hívta. Hogy nem hívtam Randira. Próbáltam a Péterrel beszélni, és találkozni, egyébként az akkori párom is ott volt mellettem, és próbáltam arra rávenni, hogy találkozzunk, hogy győzze meg a feleségét arról, hogy inkább a helyes úton járjon. Hát nem jött össze mondjuk, mert Katika rögtön sipákolni kezdett, tehát rögtön hisztérikus rohamot kapott, hogy én Randira hívtam a férjét, nem hívtam Randira a férjét, nem is érdekel a férje, tehát mindösszesen egy üzleti vállalkozásban dolgoztunk együtt ketten, ennyi. És most sem hívtam fel telefonon, bármennyire furcsa, és már váratlan meglepő fordulat, és ki fog derülni az, hogy ki volt az, aki telefonált, majd a rendőrség kinyomozza. Kata, vagy nem tudom, hogy szólíthatlak-e így, hogy Katika,
de inkább én maradok a Katánál. A beszélgetés alatt, amit te rögzítettél, vagy amit... Egyébként a hangisztatikának szólít. Na, igen, igen. Ezt akartam kérdezni, hogy tudsz-e egy olyan pontot mondani, amit csak te tudhat, vagy a Toncsi tudhat, a Hajdú tudhat, meg mondjuk te tudhatsz. Volt benne olyan, amiről lehet azonosítani konkrétan, hogy tényleg a Toncsi, vagy nem a Toncsi? Igen, igen, több olyan volt, de azt mondom, hogy amivel mondjuk 100%-os bizonyosságot nyert, az a harmadik személy ebben a dologban, vagy a negyedik személy ebben a dologban. Ja, akit említettél akivel, már, hogy szintén volt valami igen, kapcsolat. Akivel olyan szintű beszélgetésük volt, ami, de egyébként nem is tudott a telefonálók, ez nem tagadta, hogy ő az, tehát ő bemutatkozott, és végig Antóniaként viselkedett az egész beszélgetésen. És olyan dolgokat mondott a másik exének, amit én azt gondolom, hogy csak ők ketten tudhatnak. És a Peti mit mond? Vagy Antónia baráti körében kell keresni azt, aki ugyanolyan hangú, mint Antónia, és ilyen bizalmasa. Hát ez egy érdekes dolog. Minden esetre ezt így kívülről szemlélve azért mi, persze az ember ezt így olvassa, hát így keménynek tűnik, hallatszik a hangotokon azért, nyilván, hogy nem kedvelétek egymást, vagy Toncsi talán jobban, de hát nekünk nem feladatunk igazságot tenni, minden esetre érdekes ez a dolog. Mondja, Toncsi? Ez annyira nem kemény, ez Kata vagyok. Bocsánat, Kata. De annyira nem kemény ezért ez a történet, hiszen azért nem származott ebből azért senkinek semmilyen problémája. De hát egyelőre. Kínos. Hát egyelőre, mert Kata, te azt mondod, hogy ugye te a magad részéről lezártad ezt a történetet, viszont Toncsi, amikor beszélgettük vele, azt mondta, hogy jogi útra szeretné terelni ezt a dolgot, mert hogy az ügyvédje már állítja össze az anyagot. Hát nekünk van, ja, várjál, bocsánat, és még esetleg ami érdekes, hogy nekünk is van egy másik jogi ügyünk, egy kommentelővel, aki 2 éve folyamatosan kommentelget minden napilap cikkéhez, az én oldalamhoz, a Petiéhez, mindenkihez, és nagyon ismerős volt nekünk is a stílus, már akkor is azt gondoltuk, hogy Toncsi az más néven, és ebben a beszélgetésben ezt ő elismerte. Hogy ő kommentel. Aha. Hogy ő az, aki ezen a néven kommentel. Nem lehet, hogy bajt kapok komolyan. De mindenről van felvétel. Na jó, figyeltek ide, valóban, tehát itt van egy-két paranoiás személy ebben a történetben. Soha nem látogatom egyiknek az oldalát sem, tehát nem érdekel, nem hogy áll profilokat gyártsak, tehát nekem van jobb dolgom, én dolgozom. Egyébként most ülök a kocsimban a munkahelyem előtt, hogy végre elkezdhessek dolgozni, persze örülök, hogy veletek beszélgethetek. És ez a mániájuk, hogy én vagyok az. Tehát nagyon örülnék neki, hogyha már végre akkor kinyomoznák, és valaki utána járna, és rájönne már, hogy nem én vagyok, mert nem én vagyok, és nem én telefonáltam, tehát hiába próbálják ezeket az összeesküvés elméleteket gyártani, nem érdekel a Hajdú család, sem a Sarka Kata, sem senki. Dolgoztam, én hónapok óta meg se nyekkentem, mukkantam a médiában, nagy ritkán, valahol dolgozom reggeltől estig, ezt csinálom, és nekem nincsen rossz életem, nem tudom, Katika, lehet, hogy a telefonál is így hív, én azért hívom így, mert nekem ez tetszik, és ez úgy illet hozzá, amikor mi együtt dolgoztunk, mondjuk idézőjelbe téve, és egy nagyon közeli barátja is így hívta, ez nem degradáló a Katához képest. Nos, tehát Katika bármennyire is szeretné, nem, tehát semmit, nem foglalkozom velük, nem foglalkoztam velük. Egyet még azért hagy mondjak el, hogy nagyon-nagyon kellemetlen. Tehát ő azt mondja, hogy szerinte senkinek ebből semmi problémája nem származott. Bocsánatot kérek, ja, először is ugye, hogy nincsen rossz életem. Nem tudom, hogy honnan tudja, mert nincsen benne a mindennapjaimban, nincsenek közös barátaink, fogalma sincsen arról, hogy élek. Nem attól jó valakinek az élete, hogy mondjuk rengeteg pénze van, meg mondjuk van mellette egy férfi. Persze, hogy ettől szebb tud lenni, ez nagyon rendben van, de hogy valakinek nincs meg, attól még nem rossz. Én egyedül nevelem a kislányomat, igenis minden fillérén megdolgozom, amiből enni adok a gyerekemnek, és nekem igenis hátrányom, hadd fejezzem be, származ abból, hogy azt beszélj. Jó, ezt már elmondtad. Igen. Hogy részegen. Igen. Lesz bírósági ügy, vagy nem lesz bírósági ügy? Toncsi? Persze, hogy lesz. Kata? Hát egy már van. Hát egy én, már nagyon, van ugye? Én nagyon várom, mert most ebben a monológban is volt két
olyan momentum, ami a bíróság előtt a teljes hangfelvételen nagyon, nagyon jól fog mutatni. Jó. De hát nem én telefonáltam. De egyébként a Katában már van egy, mert már ugye a jósnősükbe már bepereltem, az egy büntető, úgy ugye rágalmazás, ez lesz a következő. Úgyhogy kettővel indulunk neki a 2015-nek, és higgyetek el nekem, illetve az ősznek, higgyetek el, hogy jobb dolgom is lenne, de nem hagyhatom, hogy ezt tegyék most már innentől kezdve, mert ez már tényleg egy kicsit sok, hogy egy ország előtt a hajamnál fogva húznak, cibálnak a földön, és nem hívtam fel őket. Jó. Mindenki meghallgathatja ezt a hangfelvételt, fent van a YouTube-on, aztán mindenki döntsön belátása szerint, hogy ki telefonált, vagy kinek, kihez hasonlít a hangja. Jó? Mi megnézzük majd ezt a szoftverrel, aztán elmondjuk az eredményt. Tonci, Kata, szeressétek egymást. Jó? A feloldás érzitek. Szeressétek egymást, jó? Szeressétek egymást. Fölhívom, ha letettük a telefont, hogy hol találkozunk. Az a hangotok alapján, vagy a hangod alapján, igen, ez erre sok esély megvan. Puszilunk, lányok, sziasztok. Szevasztok. Ciao. Hello.